Jó reggelt, nagyvilág! Mi vagyunk azok, magyarok. Szerencsések vagyunk, hiszen csak mi tudjuk megmutatni, miért jó magyarnak lenni. Akkor jöhetnek is az epikus huszárcsata jelenetek. A varázslatos, halasi csipkelepkék. Itt lesz még Puskás, Széchenyi gróf, Neumann János, és persze mindenféle magyar feltaláló. Háborgó azútengerek. Egy ilyen klasszikusból sosem lesz sztereotípia. Soha. A hungarikumoknak a jövőben is lesz helyük, mert miért ne lehetne kürtős kalács formájú űrállomás? És tubusos gulyás, vagy űrpaprika? Vigyázz, az űrben is csípős! Igen, barátom, jól láttad. És mit szólnál a magyar népmesékhez? De megfilmesítve. Várjunk, ez egy bionikus kéz, ami akadály módszert tanítja. Akkor már jöhet a honfoglaló fegyverünk, a magyar így is. Persze VR kiadásban. Kat! Álljunk meg! Mi nem arról vagyunk híresek, hogy csak úgy megállunk. Bizony, bizony, de nem ám. Ezért él velünk ma is a fröccs, az egri vikavér, a pálinka, a herendi porcelán, a dobostorta, az akácméz, a makói hagyma, az erős pista, a kifutón a busójárás, aztán a matyóhímzés, a virgonc magyar vizsla, és természetesen a szürke marha. Inspiráljon a múlt, legyél büszke a jelenben, és formáld a jövőt. Fedezd fel te is a hungarikumokat, mert magyarnak lenni jó.